Normafa Ária, tavasz köszöntő pikniket tartott a Normafa Természetesen Civil Koalíció. Fit leszel, ha itt leszel. Több mint 400 gyerek vett részt a hagyományos játékos vetélkedőn a momsportban. Gerincferdülés túlnyomó többségben a serdülő lányokat érinti. 19 óra van, jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. Tavasz köszöntő pikniket tartott hétvégén a Normafa Természetesen Civil Koalíció. A rendezvényen a normafán élő madár és növényfajokkal, illetve a történelmi sípályákkal kapcsolatos ismertetők hangzottak el. Hétvégi csúcs a normafánál, a jó idő beköszöntével ismét zsúfolásig megteltek a parkolók. Emiatt azonban sokan tiltott helyekre, a fák közé parkolnak. Ennek az autónak a tulajdonosa éppen akkor járt pórul, amikor tiltott helyen természetvédelmi területen akart leparkolni. Az idős vezető nem vett észre egy fát, és az egész hátsó szélvédője betört, amikor neki tolatott egy termetes fának. A szabálytalankodó károsult felesége szerint ez nem történt volna meg, ha lenne elég parkolóhely a normafánál. Reméljük, hogy hamarosan lesz parkolás, készülődnek az önkormányzatnál, hogy valamit tesznek. Nem lett volna szabad ide bejönnünk. A normafa rehabilitációjára sok kiránduló szerint szükség van, hogy elkerülhetővé váljanak a hasonló esetek, és rendezetté váljon a környezet. És mi mindig ezen a szakaszon szoktunk megállni. Némileg nehézkes, jobb lenne, hogyha bővebb parkolók lennének. Nem lehet parkolót kapni gyakorlatilag. Nem jó a parkolás, és parkoláson kívül ott nagyon meredek a hely, és nagyon kicsi gyerekek bicikliznek, ezt figyelembe kell tenni, és kis kerítést kell oda tenni, hogy gyerekek nemhogy oda beleset történjen. Ez nagyon fontos. Illemhely az jó volna. Most is beszéltük a szemetes, hogy többet kellene, vagy nagyobbat kihelyezni, nagyobbakat ahhoz, hogy ne a földön hemperegjenek a flakonok. Jó lenne, hogyha kulturális körülmények között lehetne szánkozni, síelni, mozogni, bobozni. A normafa rehabilitációját bíráló Normafa Természetesen Civil Koalíció a hétvégén tartotta tavaszköszöntő piknikjét. A programon a normafán élő madár- és növényfajokkal, illetve a történelmi sípályákkal kapcsolatos ismertetők hangzottak el. Mindazok, akik érdeklődnek a normafa fejlesztésével kapcsolatos jövőbeli tervek iránt, azokat körbevezessük, és azokat az értékeket, amik itt természeti értékeket, kulturális értékeket, amik itt még fellelhetők, ezeket közösen megtekintsük. A szervezők stílszerűen a Normafa Áriával indították el a rendezvényt, miközben a művésznő készülődött, imár a sokadik autó parkolt le a védett zöld területen. A normafa helyét megörökítő emlékműtől mintegy 20 méterre autók sorakoztak, végig a fák között letaposva a növényzetet és elcsúfítva az erdőt. A Facebookon szervezett eseményen Sipos Péter és Püspöki Gábor, a Párbeszéd Magyarországért helyi képviselői is részt vettek. Megkértek, hogy mivel itt viszonylag közel lakom, hozzak egy magnót, hogy az énekesnőnek legyen valami kísérete. Pontosan kerület mely pontján lakik képviselő? Itt egész közel. Éppen ezért nem támogatom azt, hogy a zsúfoltságot tovább növelő beruházások legyenek. Tehát szerintem olyan dolgokat kéne itt csinálni, amik elterelik innen a forgalmat. Olyan beruházásoknak vagy fejlesztéseknek van értelme, amik az autóforgalmat végképp innen elviszik. A piknik mintegy 15 résztvevőt vonzott. Holnaptól 6,5%-kal csökken a lakossági gázára. A harmadik rezsicsökkentési törvény szerint az áramára szeptembertől 5,7%-kal, a távhői pedig októbertől 3,3%-kal csökken. A gáz, a távhő és a villamos energia tavaly januárban 10, majd novemberben újabb 11,1%-kal lett olcsóbb. A vasárnapi választás miatt a héten tovább tartanak nyitva az okmányirodák. A Krisztina körúti okmányiroda április 5-én szombaton reggel 8 órától délután 2 óráig tart nyitva. Április 6-án vasárnap pedig reggel 8 órától este 7 óráig várja az ügyfeleket. Dr. Szabó Zsófia Zsuzsanna hivatalvezető közleményében hangsúlyozta, kizárólag a szavazáshoz szükséges okmányok, mint például személyazonosításra alkalmas okmányok és lakcímigazolvány átvétele és pótlása ügyében keressék fel hétvégén az okmányirodát.
A 12. kerületi MSZP irodában bemutatták Ferenczi Krisztina újságíró nemrégiben megjelent könyvét. A szerzővel Bauer Tamás, a kormányváltás országgyűlési képviselőjelöltje beszélgetett. Az a szerencse ért bennünket, hogy valamilyen rejtélyes okból ez a nagyszerű könyv pont most a választási kampányban áll rendelkezésünkre, és a tartalma az teljesen egybevág a választási mondani valónk egyik részével. Több mint 400 óvodás és általános iskolás vett részt a hétvégi Fit leszel, ha itt leszel játékos vetélkedőn a MOM sportközpontban. Idén a Jókai Mór általános iskolások végeztek az első helyen. Őket követte ezüstérmesként az ELTE, bronzérmesként pedig a Zugligeti iskola csapata. A versenyt 2009 óta minden évben megrendezi a Hegyvidéki Önkormányzat. Itt még a pálya szélén várakoztak a jókai iskolások. Végül ők kapták meg az aranyérmet a hétvégi Fit leszel, ha itt leszel vetélkedőn. A Hegyvidéki Önkormányzat 6 évvel ezelőtt rendezte meg először az óvodások és kisiskolások játékos sportversenyét. Azóta évről évre egyre sikeresebb a program, mondta Gilice Zoltán, az oktatási és közművelődési iroda vezetője. Nagyon népszerű a Fit leszel, ha itt leszel. Az iskolák közül is minden csapat eljött, és a önkormányzat által működtetett, de már a Klik által fenntartott intézményeken kívül mindig bekapcsolódik ide szívesen az ELTE és SOTE is. Ők tehát, ahogy a Hegyvidéki Olimpiának, ennek a Fit leszel, ha itt leszel programnak is a nagy kedveltjei, részesei. Az óvodásaink közül valamennyi óvodából érkeznek csoportok, valahol, ahol nagyobb a csoportok létszáma, nagy csoportokra gondolok, ott több csoport is indul, így átlépjük az óvodások szempontjából a 200 főt, ami azt jelenti, hogy igencsak magas a részvételi arányú. Idén összesen 400 nagycsoportos óvodás és alsó tagozatos diák vett részt a versenyen. A feladatokat úgy állították össze, hogy azok összhangban legyenek a testnevelés órákkal és az óvodai foglalkozásokkal. Erre külön nem kell neki készülni, hiszen az óvodában szintén a szabad levegőn a foglalkozások, amelyeket az óvónők, az óvodapedagógusok vezetnek, azok nagyon hasonlóak azokhoz a játékos feladatokhoz, amiket itt csinálhattak a gyerekek, amiben itt versenyeztek a gyerekek, és minden óvodánknak van tornaterme, ahol a gyerekek szintén ezekkel az eszközökkel már megismerkedtek, úgyhogy nem volt nekik itt, úgymond, meglepetés. A Hegyvidéki Önkormányzat számára fontos, hogy a gyerekek a számítógép világában is aktívan sportoljanak, mondta Sikota Krisztina, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. Hozzátette, amikor 2009-ben elindították a programot, céljuk volt az is, hogy közelebb hozzák egymáshoz az óvodai és iskolai közösségeket. A gyerekek itt játékos formában sportolhatnak, így megszeretik a mozgás örömét, és így talán a mindennapjaik részévé válik, mint ahogy már az iskolákban a gyerekek mindennapos tevékenységének a része, hiszen a keretünkben először Magyarországon itt vezették be a mindennapos testnevelést, hogy ez most már országszerte is benne van a tanrendben. Itt az óvodások, a kisiskolások pedig játékos formában kezdenek a sporttal barátkozni, azt megkedvelni. A Fit leszel, ha itt leszel győztese a Jókai Mór általános iskola lett. Ezüstérmesként az ELTE végzett, a dobogó harmadik fokára pedig a Zugligeti általános iskolások csapata állhatott. Az óvodásoknál azonban nem hirdettek győztest, ahogy a korábbi években, úgy idén is valamennyi versenyző nyakába aranyérem került. Könnyítene a kormány a diákhitel szabályain. A közlemény szerint a jogosultsági idő 10-ről 11 tanulmányi fél évre nőne szeptember 1-től. A korhatárt 5 évvel növelnék, 40 éves korig lehetne felvenni a diákhitelt, valamint 2 év helyett már 3 évig engedélyezhető a hitelfelvevő részére mérsékelt összegű törlesztő részlet fizetése. Mától pedig már bankkártyával is fizethető a diákhitel törlesztő részlete, illetve előtörlesztése a diákhitel direkt online ügyintézési felületen keresztül, közölte a Diákhitel Központ. A budapesti nyári fesztivált szervező Szabadtér Színház Shakespeare korának hatása a mai divatra címmel öltözéktervezési nyílt pályázatot hirdet Shakespeare születésének 450. évfordulója alkalmából. A terveket digitális formában várják április 30-áig. A zsűri által kiválasztott munkákból kiállítást szerveznek a Margit-szigeti víztorony Visual Art galériájában.
Egyre gyakoribb és az esetek többségében a serdülő lányokat érinti a gerincferdülés. Ezek közül is a leggyakoribb az úgynevezett idiopátia szkoliózis, amelynek pontos kiváltó okait nem ismeri még az orvostudomány. A tünetekről és a kezelésről az Országos Gerincgyógyászati Központ főorvosát, dr. Fazekas Bélát kérdeztük. Egy korábbi felmérés szerint a gyerekek 30-40%-ánál mutatható ki kisebb-nagyobb elváltozás a gerincen. Ezek többségét gyógytornával vagy úgynevezett korzett műanyag fűző használatával korrigálni lehet. Vannak azonban olyan esetek is, amikor már csak a korrekciós gerincműtét jelent megoldást. Ezeknek a leggyakoribb fajtája az úgynevezett idiopátiás szkoliózis, amely általában a gyors testi növekedés idején jelentkezik a 7-9, illetve a 12-15 éves életkorban. A szkoliózisok 80%-ánál nem tudni, hogy mi a kiváltó ok, tehát nincs egy olyan rendszerbetegség, vagy egyéb probléma, ami miatt csontos probléma, vagy daganatműtét, ami megmagyarázhatná, hogy ez miért alakul ki. Most azt már tudjuk, hogy valamilyen módon ez egy génhez kötött probléma. És egy szerencsétlen génfelállás esetén olyan konstelláció alakul ki, hogy kódolva van, hogy ki fog alakulni ez a deformitás. És én csak azt tudom mondani, még ezek a vizsgálatok folynak világszerte, hogy valószínűleg a lányoknál alakul ki ez a szerencsétlen gén konstelláció gyakrabban. A szkoliózisok mindegyik fajtájára jellemző a deformitás. A háti szakaszon bordapúp, az ágyéki szakaszon kóros gerinc melletti elődomborodás kialakulásához vezet. A súlyos kozmetikai elváltozások mellett károsodik a tüdő, annak következtében pedig kialakul a szívelégtelenség. Ezekben az esetekben nagyon fontos a korrekciós műtét. Súlyos mellkasi deformitásokhoz vezet. Ez hosszú távon befolyásolja a tüdőműködését, a tüdőműködése viszont a szívműködését, és így összességében a betegek élettartalmát jelentősen csökkentheti. Amikor szembesülnek azzal, hogy a fűzőkezelés ellenére és a gyógytorna mellett tovább romlik a deformitásuk, akkor ezek a serdülők vágyják a műtétet, kérik a műtétet. Nagyon hamar megértik, hogy ez az ősz javukat szolgálja. Fiatal serdülő lányoknál és fiúknál alakul ki ez a gerincbetegség, ezért az Országos Gerincgyógyászati Központban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek lelkileg felkészüljenek a műtétre. Van egy pszichológus munkacsoport, akik ezzel foglalkoznak. A betegek a műtét előtt 3-5 nappal már befekszenek, hogy megismerkedjenek az intenzív osztálya, ahova majd műtét után fognak kerülni, hiszen egy gyereknek elég ijesztő lehet az, hogy megoperálják, felébred, és súlyos betegek között kell feküdnie. Hogyha ezt ők 3-5 nap alatt megismerik, akkor már nem félnek tőle. Egy-egy műtét akár 14 órás is lehet, ez mind a beteg, mind az orvos számára megterhelő. A sikeres beavatkozás után azonban a gyerekek ugyan mozgásukban némiképp korlátozottak lesznek, de hamar hozzászoknak az új hátukhoz és a műtét utáni új lehetőségekhez. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!